Hangárfesztiválra várták az érdeklődőket a hétvégén Sármelléken. Az első alkalommal rendezett kétnapos fesztiválnak az egykori orosz és magyar harci repülőtér adott otthont. A történelem és a hadikultúra kedvelőinek garantált élményt nyújtott a rendezvény, melyre több mint 10 000-en látogattak el a hétvége folyamán. Tavaly év végén, inkább az év elején gondolkodtunk el azon, hogy valamilyen rendezvényt kellene repülőtérre hoznunk, mert ugye az a hely az egy adott egy olyan rendezvény lebonyolításra, ami mondjuk egy kicsit a honvédséggel, katonasággal függ össze, és szerencsésen találkoztunk Vitáros György úrral, aki Tapolcán szervezte eddig meg egy ilyen hasonló rendezvényt, és ővel együtt raktuk össze ezt a rendezvényt. A színes programkínálatban kicsik-nagyok megtalálhatták a számukra megfelelő szórakozási formákat. Lehetőségük nyílt a hazi eszközök kipróbálására is, a fegyvereket is kézbe vehették. A II. Világháborús harci eszközök mellett a honvédség kiállítással is készült, így a modern fegyvereket is megszemlélhették a helyszínre érkezők. Természetesen mindkét nap fénypontja a harcászati bemutató volt, melyben két különböző csatajelenetet mutattak be a jelenlévőknek. Ott jártunk, kor a II. Világháború végi nyugat-magyarországi harcok egy csatáját elevenítették fel, a magyar, német, szovjet alakulatokkal, légitámadással és harckos is ütközettel kombinálva. Méltatlan el van feledve a balatoni csaták, az alamegyei nagylengyeli olajmezők elleni támadások. Annak egy szeletét szerettük volna bemutatni, és most megpróbáltuk úgy, hogy megfordítva egy kicsit, ne csak azt mutassuk be, hogy ért véget a háború, hanem az, hogy voltak közben győztes csaták is, mert hiszen azért mindenki tudja, hogy a szovjet vörös hadsereg ledózerolta gyakorlatilag Európát. A háborús jelenet felelevenítése során olyan II. Világháborús járműveket is bemutattak, mint a Tigris, a T-34 tank, SU-76M rohamlöveg, Hetzer rohamlöveg, BA-64B replika, valamint 3 darab repülőgép. Mint a rendezvény főszervezőjétől megtudtuk, a fesztivál hagyományteremtő szándékkal jött létre, rendkívül sikeresnek mondható az idei, azonban jövőre szeretnének a parkolási szisztémán változtatni, valamint bővíteni, hogy infrastruktúrálisan még komfortosabb legyen az ide látogató családok számára. Először rendeztük meg itt Sármelyeken ezt a hangárfesztivált, amit igazából egy családos fesztiválnak próbáltunk szervezni. És úgy érzem, hogy be is jött, de hát be is vált. Rengeteg család volt kint az elmúlt két napban, és rengeteg programot láthattak az érdeklődők. Kiegészítő programokkal is készültek a szervezők, a hadi eszközök bemutatása mellett motoros és drift show-val színesítették a kínálatot, ezen kívül tűzzsonglőrökkel, gólyalábas előadással, arcfestéssel, koncertekkel nyújtottak felhőtlen szórakozást a helyszínre érkezőknek.